Drága Teodóra és Sándor, hát eljött ez a nap. A nap, amelyet olyan sok vágyal és reménnyel és álommal tele tűzdeltünk és tele van. Urunk Istenünk, Teremtő édes jó atyánk, hálás szívvel jöttünk be ide a hajlékba, a te szent házadba, mert áldást bocsájtottál ránk. Köszönjük ezt a napot, köszönjük a te kegyelmedet, amely megajándékozott bennünket két gyönyörű élettel, és köszönjük, hogy őket ünnepelhetjük, az ő szövetségüket a mai napon. Köszönjük neked, hogy te sem maradsz ki az életünkből, hiszen mindeddig kísértél bennünket minden utunkon, velünk voltál, jóban, rosszban, támogattál, örömet, áldást adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a mai nap is neked a te dicsőségedre lehet. Áldunk és magasztalunk azért, azért az elhatározásért és szándékért, amellyel a szívükben ezek a fiatalok megjelentette előtted. Nagyon jó, hogy vagytok. Én Kocsis Sándor. Én Halász Teodóra. Esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Hogy Teodórát, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Akinek most kezén vagyok, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségül. Szeretetből veszem elő, Isten törvénye szerint feleségül. Megéli az ember, hogy nem létezhetek a másik nélkül, mert Isten nekem teremtette. Mert megéli az ember azt, hogy belesimul a lelkem a másik lelkébe. És ez az isteni csoda. Ez a nap eljött, amikor egybe kötitek életeteket. A nap, amelyet az Isten rendelt.